Alzheimer kafét tartott a Kisteleken. A rendezvényen stábunk is részt vett. Első alkalommal rendezett Alzheimer kafét a Kisteleki Napsugár Otthon lakóért alapítvány. Az Alzheimer kafé egy világszerte elterjedt segítő módszer arra, hogy a demenciával élő betegek, családtagjainak, gondozóinak találkozási pontot biztosítson. A rendezvényen közreműködő Szélné Bradanovics Bernadett énekével és Burka Ildikó egy verssel. Majd dr. Berta Árpádné, a Napsugár Otthon lakóért alapítvány alapítójának beszéde nyitotta meg az eseményt. Úgy látom, hogy ez a téma nagyon nagy érdeklődésre tesz számot, mert tényleg én őszintén megmondom, kicsit meg is lepődtem, most megbeszéltük a segítőkkel, hogy 80-valahányan aláírták a jelenlétet. Azt hiszem, hogy ez is azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés ezután, a téma után, amiről a mai alkalommal fogunk beszélgetni. Úgy éreztük, hogy ez a téma egy kicsit tabuként kezelődik még mindig, és valahogy nem nagyon mernek kérdezni, beszélgetni erről az emberek és a közösségek, pedig hát sok esetben azt mondják a demenciáról, majd a kolléganők kicsit részletesebben kifejtik ennek a betegségnek a lefolyását, hogy a demencia az, hát az idős korúakkal az együtt jár, ez velejárója az idősödésnek. De hát azért nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így van, és nagyon sok esetben sok mindennel megelőzhető, nagyon oda tudunk arra figyelni, hogy ha már egy folyamat elindul, akkor ez minél később következzen be. Lehet, hogy felmerül önökben, hogy valóban, ahogy itt Ildikó is elmondta, hogy az Alzheimer kor és a kafé az hogy jön össze. Igazából úgy találkozik ez a két dolog, hogy maga a betegség, az Alzheimer kor, az egy leépülést jelent, sajnos egy visszafordíthatatlan folyamatot, egy olyan betegséget, ami az egész személyiséget érinti. Nagyon sok esetben lehet találkozunk olyan idősekkel, és a szomszédságunkban vannak olyan, nem kell ehhez teljesen időskorúnak lenni, vannak olyanok, akik egy nagyon egyszerű folyamatot elfelejtenek. Mint a példaként szoktuk felhozni, hogy nagyon sok esetben egy triviális példa, hogy egy paprikás krumplit 1000 éve tanulunk és meg tudjuk főzni, már nem kell hozzá semmi, de sajnos bekövetkezik ez a folyamat, akiknél már nem fogják tudni, hogy a krumplit mire kell használni, hogy kell utána elkészíteni. Ez nagyon nehéz ezzel együtt élni, de bizony erről azért kell beszélnünk, és szeretnénk is róla beszélni, hogy amennyire csak lehet, próbáljuk ezt megelőzni, és van erre segítség, lehetőség van arra, hogy ezzel ameddig csak lehet mindenki az önellátó képességét tartsa meg, és maradjon közöttünk, maradjon az otthonában minél tovább. Tehát ez a része az Alzheimer-kor, amiről majd szeretnék egy tájékoztatást adni. A kafé része pedig az, hogy erről a folyamatról, erről a betegségről úgy gondolom, hogy egy olyan kicsit családiasabb környezetbe szeretnék beszélgetni, hogy ne az legyen, hogy jaj, hát most akkor a pódiumon én mindent elmondok, és aztán utána szépen elmegyünk, hanem igazából most mi is ezt tesszük, hogy egy tájékoztatást tartunk, de utána a kolléganőkhöz oda lehet menni, lehet tőlük kérdezni, és lehet, hogy nem a nagy közönség előtt szeretne valaki kérdezni. Mint ahogy egy kávéházban is elmegyünk, leülünk, beszélgetünk, lehet, hogy nem csak pontosan erről a folyamatról, hanem egyéb dolgok is eszünkbe jutnak, tehát egy ilyen családias légkört szeretnénk ezáltal egy kicsit így idehozni és megteremteni, hogy oldottabbá váljon a hangulat, tudjunk egy kicsit beszélgetni, és nem beszélve arról, hogy ugye a kávézáshoz, vagy a kávéházi jelleghez kicsit hozzátartozik az is, hogy van egy szeretetasztalunk, ahol egy teát vagy egy kávét süteménnyel lehet fogyasztani. Majd ezt követően előadást tartott Gőg Edit, a Csongrád-Csenád megyei Napsugár Otthon Mórahalmi Idősek Otthonának részlegvezetője, Kovásni Szabó Edit, az Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője, Rácz Zoltánné Bukor Anita, a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője,
Kerepecki Magdolna, a Csongrád Csenád megyei Napsugár Otthon intézményvezetője. Majd kormányosné Váradi Ildikó gyógytornász egy zenés átmozgató tornával zárta a napot. Sajtótájékoztatót tartottak Kisteleken több vállalkozó technológiai korszerűsítéssel kapcsolatos projektje kapcsán. A rendezvényen stábunk is részt vett. A Széchenyi Ter Plus program GINAP Plus 1.2.1.21 a mikro, kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása, valamint a GINAP Plus 1.2.3.21 a mikro, kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban című programok keretében több vállalkozó támogatásban részesült. A pályázatokban eszközbeszerzést, csarnoképítést, képzéseket, tanácsadásokat vagy ezeknek a kombinációját valósították meg. Rák és Rák BT. Technológiai korszerűsítés Rák és Rákosokrédjától BT-nél. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és Hazai Központi Költségvetési Előírásból 107,55 millió forint feltételesen viszonylag érintett támogatásban részesült. A projekt keretében a csapágy és erőlátétel elemi átlására irányuló fejlesztés valósul meg. A szolgáltatások színvonalának emelése és kapacitásának bővítése, valamint annak ökológiai lábnyomának csökkentése által. A projekt Széchenyi Ter Plus program GINO Plus 1.2.1.21 a mikro, kis és középvállalkozások modern, üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című program keretében valósul meg. A projekt a Széchenyi Ter Plus program keretében valósul meg, melynek kezdő dátuma 2021.8.6-a, tervezett befejezése pedig 2023.8.5-e. A beruházás megvalósítási helyszíne 65-60 Kistelek, 3403/3 helyhelyi szám alatt található. Az elnyert 107,55 millió forint Európai Uniós támogatás segítségével a társaság egy darab magas technológiai színvonalat képviselő eszközzel fejlesztés bővíti meglévő vállalkozását a csapágy erőátvételi jelen gyártásának területét. Az elnyert támogatás továbbá megfelelő alapot biztosít a megrendelői kör bővítéséhez, a gyártói tevékenység kikötetéséhez. A fejlesztés eredményeként a Stüler Favorit Balázs és Fulat köztüli kép segítségével a társaság képes ellátni Kisterek és Csongrád Csenád megye területén a folyamatosan növekvő gyártási munkafolyamatokat. A beruházásnak köszönhetően a vállalat 10 darab munkáját tud megőrizni, illetve munkavállalóinak képzés és tanácsadási kintbevételével biztosítani a szakmai fejlődési lehetőségét. A stratégiai és üzleti tervezéshez kapcsolódó tanácsadás megfelelő alapot biztosít a projekt keretein belül, beszerzett eszköz szakszerű és optimális használatára, továbbá a soft skill képzés nagyban hozzájárul a munkavállalói szakmai fejlődéséhez. A projektről bővebben információt fogaskereket.hu weboldalon olvashatnak, illetve az itt található mobil számon, illetve e-mail címen kérhetnek még egyéb ellátogatást. Béta Ép Kft. És technológiai korszerűsítést eredményező beruházás megvalósítása a Béta Ép Kft.-nél. A Béta Ép Kft. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Hazai Központi Költségvetési Előirányzatból 207,1 millió forintot feltételesen visszatérítendő támogatásban részesül. A projekt keretében az építési terület előkészítése tevékenységre irányuló fejlesztés valósul meg. A szolgáltatás színvonalának emelése és kapacitásainak bővítése, valamint műhely ökológiai lábnyomának csökkentése által. A projekt Széchenyi Ter Plus program GINO Plus 1.2.1.21 a mikro, kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodásának segítő fejlesztések támogatása című program keretében valósul meg. A projekt a Széchenyi Ter Plus program keretében valósul meg, amelynek kezdő dátuma 2021.09.21, tervezett befejezése pedig 2022.10.31. A beruházás megvalósítási helyszíne 6762 Sándor falva, Hunyadi utca 24-26. Az elnyert 207,1 millió forint Európai Uniós támogatás segítségével a társaság magas technológiai színvonalat képviselő eszközökkel fejleszti és bővíti meglévő vállalkozását a lakó és nem lakó épületek építése területen. Az elnyert támogatás továbbá megfelelő alapot biztosít a megrendelői kör bővítéséhez, az építőipari tevékenység működtetéséhez. A fejlesztés eredményeként rasztó típusú falzsarozatot,
egy Telex Comedy CBR népítő toronydalút, egy Salib 105 forgókotú rakodógépet, egy Kovakó gyűjtőkanal Sheffield adaptert vettünk a már meglévő gépeinkhez, tovább egy DLC Pegasus 50-26-as forgóvázas teleszkópos rakodóval. Ezzel a társaság képes legyen ellátni a folyamatosan növekvő építési munkafolyamatokat. Az elnyert támogatás továbbá megfelelő alapot biztosít a telepei átalakításához, környezetbarát működtetéséhez. A beruházásnak köszönhetően a vállalat 13 darab munkahelyet tud megőrizni, illetve a munkavállalóinak képzés és tanácsadás igénybevételével biztosítja a szakmai fejlődés lehetőségét. A stratégiai és üzleti tervezés vállalkozás jövőképének feltérképezéséhez jár hozzá. Továbbá a pályázat keretein belül soft skill jellegű képzés is megvalósít. További információ tőlem, a telefonszámom és az e-mail címem az elérhető a tájékoztató. Köszönöm. Euroscience Consulting Kft. Az Euroscience Consulting Kft. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Hazai Központi Költségvetési Előirányzatból 176,99 millió forint feltételesen viszonyítékrendű támogatásban részesült. A projekt keretében a máshol nem sorolt egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenysége irányuló fejlesztés valósulni a szolgáltatás színvonalának emelése és kapacitásának bővítése, valamint annak ökológiai lábnyomának csökkentése által. A projekt a Széchenyi Terv Plus program, a GINA Plus 1.2.1-21 a mikro, kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazhatóságát segítő fejlesztések támogatása című projekt keretében valósul meg. A projekt a Széchenyi Terv Plus program keretében valósul meg, melynek kezdő dátuma 2021.2. Tervezett befejezése pedig 2023.31. A beruházás megvalósítási helyszíne 6760 Kistelek, 2650/77 helyrajzi szám alatt található. Az elnyert 176,99 millió forint európai uniós támogatás segítségével a társaság 5 darab magas technológiai szolgálatképviselő eszközzel fejleszti és bővíti meglévő vállalkozását, a máshol nem sorolt egyéb szakmai tudományos műszaki tevékenység területen. Az elnyert támogatás továbbá megfelelő alapot biztosít a megrendelői kör bővítéséhez, a gyártói tevékenység működtetéséhez. A fejlesztés eredményeként a társaság a Dell Vostro 3500-as automatizált elektroforézis rendszer, nagy kapacitású hűthető centrifuga, automatizáló és folyadékkezelő robot NDS technológiához, szekvenáló készülék, PCR készülék, Konica Minometa C368, és egy QI-vak 24 plusz rákógrendszer kutával berendezések segítségével képes ellátni Kistelek és Csongrád Csanád megye területén a folyamatosan növekvő megrendelés számok teljesítését. A beruházásnak köszönhetően a vállalat vállalhatóan 24 darab munkahelyet tud megőrizni, illetve a munkavállalóinak képzés és tanácsadás igénybevételével biztosítani a szakmai fejlődés lehetőségét. A tanácsadás igénybevételét követően növekedni fog a bruttó hozzáadott érték, továbbá a nyelvi képzés nagyban hozzájárul a munkavállalók szakmai fejlődéséhez, ugyanis jelenleg nem elegendőek a rendelkezésre álló kompetenciák. A projektről bővebb információt az Euroscience oldalán olvashatnak, projektazonosítók GINOM plusz 1.2.1-21-2021-0513. További információ kérhető dr. Sors Miklós ügyvezetőnktől, illetve e-mailen és mobilszámon. Majd a pályázatban megvalósítandó tevékenységeket, a beszerezni kívánt eszközöket, a projekt várható eredményeit mutatták be. Varga Anikó festőművész kiállítás megnyitójáról készült összefoglalónkat tekinthetik meg a következőkben. Varga Anikó festőművész kiállításával folytatódott a kisteleki festőkör munkáit bemutató kiállítás sorozat. Gyulainé Edit Vasterike novelláját olvasta fel, Sándor Szidónia pedig egy versen lepte meg a kiállítás közönségét. Az Érzések és hangulatok az egyetemen át című kiállítást Szombathelyi Árpád festőművész nyitotta meg, aki bemutatta a kiállítót. Anikó, szerintem te már vagy 20 éve jársz a képzőművészkörbe. Kicsi lánykora óta, hogyha. És most először látom úgy a kiállítását, hogy nem keveredik bennem a világhálóra tett kép élvezete,
és a valóság határtalan értékítéleti lehetősége. A kettő között óriási a különbség. Tehát én most látom igazából a te munkáidat. Anikó képzett festőművész, a Szegedi Egyetemen végezte a festő és rajzszakot, és nem kell technikai dicséretet és technikai értékelést adni, mert azt megtették az egyetemen a tanárok, amikor oda járt. És hát nekem a feladatom az, hogy tartalmilag, illetve a hatásában mondjak ezekről a képekről valamit. Hát puskáztam, megnéztem a honlapját, gondoltam, találok majd rajta valami olyasmit, amit én felhasználhatok. Egyetlen egy dolgot találtam, azt be is tettem a zsebembe, de most nem mutatom meg, csak ha véletlenül elfeledkeznék róla, akkor mielőtt elépnék a mikrofont, akkor szóljanak, hogy valamit kihagytam, valamit nem mutattam meg. Alikó érzékeny ember, és ezt tudjuk jól, és ma fel is hívta a kiállítással a figyelmet erre szándékosan. Ő úgy szeretne festeni, hogy a belsőjében kialakuló kompetenciákat, ez egy divatos szó, sorolja föl a képein. És szerintem nem igényel felsorolást, mert mindenben kompetens. Tehát amit a képek sugallnak, a valóságban megtalálható annak a párja, és nem az ellentetje, hanem épp a paralellja, a párhuzamossága a fontos, és az a megragadó. 4-5 olyan stílust vélek felfedezni a munkáiban, aminek a végkimenete mindig ugyanaz. Tehát hiába vált stílust, mindig Anikó jön ki valahol a képek nézése közben. És az az igazság, hogy most ki kell jelentenem, először mondottán, hogy bárhol látnám a képeidet, tudnám, hogy te festetted, akkor is, hogyha sok-sok kép volna még, és ez komolyan így van. Köszönöm szépen. És ezt teszi a lehetőség arra, hogy megnézhetjük. Igazából én raktam föl a képeket, én meg is foghattam ezeket, megfordíthattam, nézhettem jobbról, balról, összetévesztettem, hogy melyik az eleje, melyik a hátulja, mert az a jó. Mert nem egyszerűen csak portrék vannak kitéve, nem egyszerűen csak tájképek, nem egyszerűen csak csendéletek és egy-két életkép, hanem alkotások vannak itt a szemünk előtt, és az alkotásokat az ember jó, hogyha a kézzel is érinti egy picit. Ha majd nézik és nézitek a képet, akkor így ne simogassátok, csak picit bökjétek meg, hogy tényleg igazam van. Kell érezni. Anikó vallhatja magát természetfestőnek, de már is vitába szállnék vele, és azzal is, aki ezt állítja, mert ő a természeti ábrázolás absztrahálásával foglalkozik, nem pusztán csak természetfestő, hanem a természet belsővé válása sűrített formában, ezt hivatalosan is úgy hívják, hogy sűrítés jön ki, és ennek most kortárs festészet volna a neve, hogyha én be akarnám sorolni őt kortárs festőként, de Isten mentsen tőle, mert a kortárs festők sajnos mostanában inkább ábrázoló geometriát művelnek, mint olyan élvezhető dolgot, és ezért majd meg is ostoloznak, hogyha a tévébe elhangzik, mert Szegeden is látható a festő kollégák, hogy miért mondok ilyeneket, azért, mert így gondolom. És Anikó belül maradt a tűrés határon, alul is, meg a maximuma sem mutatkozik, tudja, hogy hol a helye a képeinek, és ezt nagyon szépen teszi ki. Valaki azt mondta neki, hogy a tubusból fest, hát itt van a cáfolata, hogy nem tubus színeket, de valóban a tubusból jönnek ezek a színek, hanem nagyon gyönyörűen kevert, színezett és telített, esetleg soványított színekkel dolgozik, és a természetességhez mindenképpen köze van. Beszélgettünk, mikor raktuk föl hogy a képeket, hogy neki a spaknival, kemény ecsettel odarakott letét az igazi letétje. Ha hátrafordulnak, vagy leginkább majd, amikor én elmondom a mondókámat, akkor nézik meg, van ott egy portré, amin ez a kemény letét nagyon látszik, de mindegyik képén szinte felfedezhető. Olyan technika ez, amikor fogja az ecsetet, jó távolról lenyúl a palettára, föl
kanalazza vele a festéket, elvív a képtől, aztán megnézi, hogy hová kell tenni, visszahajolok, hogy hallatszom, és oda ked egyet, és az a helyén van. Tehát semmi teketória, semmi szőrszálasoltás, vékony ecsettel való mahináció, körberajzolás nincs, egyszerűen rátalál a helyére. Na itt kezdődik valahol az alkotás, és itt kezdődik valahol az alkotás, mint művészeti tárgy, illetve mint belsővé válása a külsőnek, és a külső visszaadása a sűrített formában. Majd Varga Anikó köszöntötte a résztvevőket, és invitálta őket a kiállítás megtekintésére. Eljött, és itt vagytok, nagyon sok meglepetésedben van most itt részembe, hogy kicsit gyomoridegen van, bocsánat, de még egyszer mindenkinek köszönöm, és hogy nagyon kedvesek vagytok, hogy megleptetek bennünket, Árpádot is, meg engem is szerintem, mert én komolyan nem számítottam ennyi emberre, hogy ennyien eljönnek. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm, meg hát a lehetőséget persze, hogy megmutathattam a képeimet most itt nektek. És hát fogadjátok szeretettel, és aki még nem látta, nézze még egyszer végig, vagy nézzétek végig, és akkor raktároztátok el magatoknak, hogy tetszett, nem tetszett, vagy bármi. Az, hogy tetszik-e, vagy nem tetszik, be lehet írni a vendégkönyvbe. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy nézettek. A következő alkotók kiállítás megnyitója május 12-én lesz, a Halbor Balán és Kultéti Ilona és Dokóni Vas Ágnes festőművészek képei lesznek láthatóak. Elkezdődtek az érettségik az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikumban is. Az érettségizőket kérdeztük az eddigi tapasztalataikról. Hogy sikerült az érettségi, mik a tapasztalatok, melyiket éreztétek könnyűnek, nehéznek? Szerintem az első nap a magyar az nem volt nehéz, a szövegértés része az könnyű volt, novella elemzés volt egy kicsit nehezebb, de az minden évben így van. A matek, az szerintem előző évieknél sokkal könnyebbet kaptunk, és így talán az eddigi legkönnyebbet, hogy azzal nagyon nagy szerencsénk volt, attól izgultam a legjobban. Én is így gondolom, a magyar az könnyű volt, azzal nem is szokott szinte senkinek probléma lenni. A matek az azért kérdéses mindig, de szerintem is könnyebbet kaptunk, mint általában. A töriről nem tudok mit mondani, én emelteztem, az nagyon könnyű volt, hál' Istennek jó esszék is voltak. A mai napot meg úgy gondolom, hogy viszonylag egyszerű érettségi volt az angol is. És ezt gondolod az angolra? Igen, hát az angol nekem az kicsit könnyebb, mint a többi tantárgy, úgyhogy az nekem szerintem jól ment. Köszönöm. A töri az nekem nagyon nehéz volt, meg a matek is. A magyar az úgy, ahogy ment. A szövegértésem az jó lett, mint kiderült. Az angollal meg egyáltalán nem volt baj. Az ment a legjobban. Az érettség előtt egy nappal nagyon izgultam. Az első nap a magyar volt, az viszonylag elég jól sikerült. A második napon már nagyon nem izgultam, mert már kicsit elfáradtam már az első napon, mert nagyon hosszú volt a magyar. Matek volt a második nap. Én szerintem az nagyon jól fog sikerülni. Utána jött a harmadik nap a történelem, amitől nagyon féltem, de valahogy megoldottam, és úgy érzem, hogy ez is nagyon jól fog sikerülni. Utána meg az angol, amitől a legjobban féltem, és úgy érzem, hogy az is jó lesz. Ma érettsége az most jól sikerült, az angol, de többi se sikerült rosszul. Jó, azért matekban kicsit bizonytalan voltam, de remélem jó lesz ez is. Kistelekváros önkormányzata kiadó üzlet helyiséget hirdett a piac területén. Az erről szóló tájékoztatást hallhatják. Kistelekváros önkormányzata a helyi piac közvetlen szomszédságában egy agrárlogisztikai centrumot hozott létre. A megvalósult agrárlogisztikai beruházás a helyi mezőgazdasági termékeket értékesíti, csatornáinak infrastruktúrális támogatását szolgálja. Ezen tevékenységek folytatására alkalmas területen kiadó üzlethelyiséget kínál.
Az üzlethelyiség Kistelek központi, a Bocskai utcai piachoz kapcsolt, 1037 négyzetméteres területi helyi termelői piac részén, kizárólag helyi termelői termékek árusítására alkalmas, újonnan kialakított és berendezett üzlethelyiség. 20,95 négyzetméter eladótérrel, összesen 3,7 négyzetméter személyzeti öltözővel és mellékhelyiséggel, 5,12 négyzetméter hűtőkamrával, valamint igény szerint 20,99 négyzetméter raktárhelyiséggel is irodarészsel kiadó. Bérleti díj 15 000 forint per négyzetméter per év, melyből a bérleti jog első évében bérbeadó 50%-os kedvezményt biztosít, azaz 7500 forint per négyzetméter per év. Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet Kistelekvárosi Önkormányzat titkárságán személyesen vagy telefonon a 0662 598 100 102-es melléken. Thank you.